Jó napot kívánok, kedves nézők! A nemzetközi terménytőzsdéken csökkent a kukorica és a szója ára. A terménybetakarítás előre haladtával ez várható is volt. A belföldi felvásárlók többé-kevésbé kísérik a változásokat, és emiatt az őszi terményárak nem túl kecsegtetőek. Ezzel a témával agrárhíreinkben és a Temerint Földműves Szövetkezetben készült riportunkban is foglalkozunk. Emellett a földi epertermesztésről, a földfelszín alatti csöpögtetőrendszerről és egy sajnálatos tűzesetről is hallhatnak a barázdában. Az Újvidéki Jován Zsivánovics Méhész Egyesület a tartományi székvárosban a múlt hétvégén szervezte meg a már hagyományos, ezúttal jubiláris 20. mézfesztivál. A rendezvény az idén valamivel szerényebb keretek között zajlott, mivel a méhészek számára egyáltalán nem kedvezett az időjárás. A szokatlanul hideg és esős idő ugyanis alaposan megtizedelte a hozamot, ez pedig természetesen tükröződött az árakon is, amelyek többnyire 700 és 1000 dinár között mozogtak. Én családi vállalkozásban már idestolva 15 éve méhészkedek. Ezen a mézfesztiválon nagynénémmel együtt vagyok jelen, és nagyon örülünk, mert aranyplakettel jutalmaztak bennünket. Tehát munkánk, fáradtságunk és igyekezetünk végül is kifizetődött. Ez az Újvidéki Mézfesztivál immár 20 éves, és én kezdetektől jelen vagyok a rendezvényen. Nagyon örülök az aranyplakettnek, annál is inkább, mert az a jó minőséget jelképezi, mégpedig az, hogy termékeink tiszták, igaziak és természetesek, és így nem csak élelemként, hanem egyben orvosságként is szolgálnak. A méz jó tulajdonsága, hogy tisztítja a véredényeket, erősíti a szervezet ellenálló képességét, emellett jó a vérszegénység ellen, és egyben nyugtat is. Milica Sztepánovics szerint leginkább a virág és az akácméz a legjobb minőségű, ugyanakkor a legegészségesebb is a szervezet számára. Mint mondja, enyhíti a köhögést, csökkenti a vérzsírt, de különösen ajánlott a bronhitiszben szenvedőknek. Az Újvidéki Terménytőzsde pénteken 14 órakor közölt adatai szerint kukoricával jobbára 15, meg 15,5 dináros kilogrammonkénti áron kereskedtek. A búza bizonyos árcsökkenést mutat, és most 17 dinár 83 parát ér. A magbúzáért áfával együtt 28 dinár 5 parát adtak, a vásárlóhoz való elszállítást beleszámítva. A szója ára aránylag stabil volt a héten, és 38 dinárt fizettek kilójáért. Megjegyzendő, hogy a génmódosított amerikai szója ára a chicagói tőzsdén 31,5 dinár, Minneapolisban pedig 29 dinár 90 para, tehát jóval olcsóbb, mint nálunk. Az Újvidéki Terménytőzsdén az ENEP 1252 jelzésű MAP műtrágyát 57 dinár 28 parás áron értékesítették. A nemzetközi tőzsdéken a kukorica áresését jegyezték. Dinára átszámolva Budapesten 13,5, Chicagóban 11 dinár 95, Minneapolisban pedig 10 dinár 73 parás áron kötötték a szerződéseket. Egyedül Párizsban drágult meg a tengeri, 16 dinár 14 paráért kereskedtek vele. A világpiacon a búzára igencsak ingadozott. A hét elején csökkenőben volt, a hét végén meg emelkedni kezdett. Budapesten és Párizsban a búza és a kukorica is olcsóbb lett. Angol Bizon motorolaj. A hét második feléig szünetelt a terménybetakarítás a Temerini határban, az eső meg a felázott talaj miatt, és csak pénteken vett nagyobb lendületet. Az időjárás előrejelzés szerint egy szárazabb időszak elé nézünk, amikor teljes erőbevetéssel megindulhatnak a cséplőgépek. A Temerini Földműves Szövetkezetben az iránt érdeklődtünk, hogy milyen ütemben végezhetik a terménybetakarítást, és a sok csapadék hogyan hat ki a szója minőségére?
Hát sajnos azt kell mondani, hogy a betakarítás az nagyon nyögvenyelősen megy, úgyhogy hát délutánonként esetleg olyan 2-3 óraszát, hogyha bírtak dolgozni a kombányok, szerda délután megpróbáltuk, de hát a nedvesség az elég nagy volt, 15-6-7 százaléknál mozgott. Úgyhogy hát most péntek van, hát reméljük, hogy most már a hétvégén majd csak elbírjuk kezdeni, most egyelőre úgy néz ki, hogy kicsit jobb időben lesz majd ezután részünk. Azt kell mondani, hogy a szójánál, hál' Istennek, a csapadék nem rontja van drasztikusan a minőséget, mint például egy buzánál, vagy ne mondjam, hogy mint a cukorrépánál, hogy amennyire zavarja a szedést. Ugyanis hát szójának a legnagyobb ellensége a betakarításnál inkább a kényszerérés szokott lenni. Az ilyen csapadékos betakarítás ez sokkal inkább ilyen pszichikai problémát okoz a termelőknek, ugyanis hát mindenki igyekezne minél előbb betakarítani. De általában mondhatjuk azt, hogy a szójatermés azért jobb egy 20%-kal, mint például a tavalyhoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy holdanként átlag például a temerít határban valószínű, hogy 20 mázsán, 2 tonnán felül lesz. Szóval azt jelenti, hogy hektáronként ott van a 4-nél, sőt még a 4,5-nél is. Úgyhogy ellenben a probléma az, hogy a felvásárlási ár is szinte ugyanennyivel csökkent, úgyhogy a termelőknek egyik szeme sír a másik nevet, mert hát anyagilag aztán a végén körülbelül a nagy termés ellen is, vagy szinte rekord termés ellenére is gyakorlatilag ugyanott leszünk, mint egy átlagos évnél. Mit ígér a szója? Milyen termés lesz az idén? Hát az ígéret szép, még amit eddig levágtunk, de igaz a nedvesség sok, 15, 16, 14, de megvan a 25-27 mázsáig, megvan szépen a termés, csak hát az ára. Zára is egy kicsit alacsony. Ma azt lehet menni tavalyhoz, az előtt évihez még jóval fele. Úgyhogy ez a legnagyobb baj. Műtrágya, még az ilyen üzemanyag, még ez minden mégy fő, még mindig drágább. Úgyhogy... Mennyit kínálnak most a szójáért? Hát most, ahogy hallottam, 35 dinár plusz a PDV. Ennyit hallottam. De különben nem tudom még, hogy alakul-e még. És mit csinálnak vele? Eladják, vagy betárolják? Hát amit muszáj eladni, azt eladjuk, amit nem, hogy mi fedezzük az őszi költségeket, azt el muszáj adni. Műtrágyákat szoktunk venni, leszántani télire, ezt minden bűkő megvenni. Sajnos elég drága, ahogy néztem, itt 5900 dinár egy méter műtrágya, úgyhogy ennyit adunk el, többit meghagyjuk, tároljuk. Milyen ára kellene, hogy legyen a szójának, hogy kifizetődő legyen az idei termesztés? Hát bár a 60-nak meg kell lenni, 60 dinárnak, mint ahogy volt is, a 60-62 dinár, akkor igen. Akkor volna is rajta, meg bírnák, mert mindent raknak ránk, mindenféle adókat itten, meg úgyhogy nem tudom, hogy még ilyen rosszak az árak az idén, bármibe. Legyen az kukorica, búza, vagy napraforgó, mindegy. Mindet így lenyírbálták nagyon alaposan. A legnagyobb fölvásárló a Victoria Group keretében tartozó szójaprotein, a becsei szójaprotein. Hát ők fogják valójában diktálni a piacot, előleget kínálnak a szójáért. Ez most úgy néz ki, hogy 35 dinár a termelő felé, a bele beszámolt áfával együtt. Hát ellenben itt a jelen pillanatban a terepen úgy alakul a helyzet, hogy 40 dinárt is kínálnak a termelőnek. Hát a tőzsdei ár is ott mozog a 38 dinár plusz áfa szinten, szóval valószínű, hogy ez egy ilyen beállt ár lesz. Na most mi sajnos nem bírjuk a piacon értékesíteni, mivel nincsenek tárolási kapacitásaink, úgyhogy mi a szójaprotein részére vásároljuk fel. Tavaly az tényleg kísérte a piaci árat, ugye az rendben volt. Hát az ígéret az, hogy az idén is úgy lesz, hogy a termelők meg fogják kapni a végső árként azt, amit a piacon valójában megbírtak volna valósítani. Megindulunk ilyenkor már az újra termés anyagok beszerzésével. Hát itt elsősorban műtrágyára gondolok. Hát ami a hiteleket illeti, hát van rá példa, úgyhogy mi rendelkezésünk állunk a termelőknek még olyan szempontból is, hogy
hogy elintézzük a banki papírológiát, és hát szinte csak alá be kell menni a termelőnek aláírni a bankba a szerződést, és akkor ezt a hitelt, támogatott hitelt szinte elintézetnek tekintheti. A földi eper termesztés egyre népszerűbb a fiatal gazdálkodók körében. A drága befektetés ellenére sokan vállalkoznak erre a munkaigényes tevékenységre a koratavaszi termés magas ára miatt. Az ültetvények kialakítása most időszerű, és ezért vetítjük le témakörben készített riportunkat. Az összes gyümölcsfajta közül a bogyós termésűek királynője, a nálunk inkább földi eperként ismert szamóza fordul leghamarabb termőre. A telepítést követően kevesebb mint egy év alatt, különleges esetben pedig akár már 45 nap elteltével is szüretelhetünk a tövekről. Az utóbbi időben nálunk is egyre több, korszerű földi eperültetvény telepítésének lehetünk a szemtanúi. A pirosi Interszád Kft. 3,5 hektáros ültetvény telepít, levél nélküli, tárolt, úgynevezett frigópalántákból. Frigo živi jagode je biljka koja je skinuta, da kažemo, sa polja, sa matice. Ezeket a frigópalántákat tavaly decemberben szedték föl homokos talajon emelt anyaültetvényről Olaszországban. Előállításuk különleges technológiával történik. A termesztés során több alkalommal szigorú növényegészségügyi vizsgálatnak vetették alá őket. A szamóca tövek fölszedése külön edacélra kialakított kombájnnal történik. Ezt követően osztályozzák és fertőtlenítik a palántákat, majd hűtőházban -2 fokos hőmérsékleten tárolják őket. A frigópalántákat 2 nappal az ültetés előtt vesszük ki a hűtőházból. Az ültetés általában július és augusztus folyamán történik. A dús gyökérzettel rendelkező frigópalánták ültetés után gyorsan fejlődésnek indulnak. A fejlettebb szaporítóanyag egyben koraibb és magasabb termést is jelent. A minőséget azonban meg kell fizetni. A földi eper az 5-től 7-ig terjedő pH értékű, magas szerves anyag és alacsony sótartalmú talajokon érzi jól magát. A gyökerek nagy oxigénigénye miatt az 1 méternél magasabb talajvízszintű területeken nem termeszthető. A kalászosok és a hüvelyesek jó előveteménynek számítanak, a paradicsomot, a burgonyát és a cukorrépát viszont kerülni kell. A mélyszántást legjobb már a telepítést megelőző őszön elvégezni, rosszabb esetben a kalászos előveteménybe betakarítása után kerül rá sor. A szakember kiemeli, hogy az istállótrágyát a szántásra kell kiszórni, mert ellenkező esetben a bakhátakra telepített növények gyökérzete nem éri el a 30 cm-es mélységbe aláforgatott tápanyagot. A trágyát talajmaróval keverik a földbe, majd a bakhát húzógéppel kialakítják a kiemelt ágyásokat, lefektetik a csöpögtető csöveket és a talajtakaró fóliát. Most megmutatnám, hogyan kell ültetni a frigó földi eperpalántákat. A munkához ilyen V-alakban kiélezett házi készítésű ültetőszerszámot használunk, de akár a közönséges simítókannál spakli is megfelel erre a célra. Lényeges, hogy a palántát ráhelyezzük a kezünkre, vagy a földre, belenyomjuk a talajba, majd elmetszük az eszközön túlnyúló gyökérrészt. Ezt követően a gyökerekhez tömörítjük a talajt. Mivel piroson nem találtak megfelelő munkaerőt, az ifjú vállalkozók naponta kucoráról szállítják a többnyire asszonyokból álló munkabrigádot. A hölgyek ezen a parcellán ültettek először ilyen módszerrel a szamócát, néhány nap elteltével azonban már meglehetősen rutinosan dolgoznak. Ültetés előtt eligazítjuk a gyökereket, hogy minden szál belekerüljön az ültetőszerszám villái közé. A gyökérhossz 1/3-ánál a segédeszközzel átfogjuk a palántát, majd a gyökértörzset tartva addig nyomjuk a talajba az ültetőszerszámot, amíg a növény a talajjal egy szintbe nem kerül. Ezután kissé hátrahúzzuk az ültetőeszközt, majd egy határozott mozdulattal átmetszük a gyökereket. Kívülről ugyanez nem látszik, de a jellegzetes hangról tudjuk, hogy a kurtítás megtörtént. Ha nincs elég forhanyús föld a gyökerek között, akkor azt kívülről a bakhátak közül pótoljuk, nehogy kiszáradjon vagy elfagyjon a növény.
A talajt a gyökerek köré tömörítjük, és már is mehetünk tovább. Megfelelő öntözés és tápanyag utánpótlás mellett egy-egy frigó palánta 700 g-tól 1 kg-ig terjedő termést hozhat az első évben. A következő években a tövek egyre bokrosabbakká válnak, ám a dús lombozat miatt a növény veszít koraiságából. A fejlett földjelpel termesztéssel rendelkező európai országokban a jó szaporítóanyag ellátottságnak és az értékesítéskor elérhető kedvező árnak köszönhetően csak egy évig hagyják meg a fóliára kiültetett növényeket. A mi körülményeink között 2-3 évig is fenntartható az ültetvény. Ajánlatos lenne azonban 2 év után felszámolni a telepet, és friss palántákkal másik parcellán újra kezdeni a termesztést. Nem lenne jó, ha szamóca szamócát követ a vetésforgóban. 4-5 évnél hamarabb nem kellene újra földjelpre ültetni a korábbi növények helyére. Az értékesítési ár szempontjából nagyon fontos a koraiság. A gyorsan felmelegedő kiemelt bakhát és a talajtakaró fólia néhány nappal előre hozza a termésértékesítés időpontját. Fóliasátorban azonban ennél is mintegy 2 héttel korábban érik a szamóca, így gyakorlatilag az egész termés primőr árban értékesíthető. A szabadtéri termesztés mellett 500 négyzetméteren fóliasátorban is termesztünk földjelpret. Az itt látható növények fejlettebbek. Korábban elültettük őket, és a kedvező körülményeknek köszönhetően fejlődésük is lendületesebb. 6 fajtát ültettünk a sátorba. Érési sorrend szerint ezek az Elszántá, a Clary, a Madléna, a Marmoláda, az Antea és az Arosa. Az utóbbit import törként mi honosítottuk meg a szerbiai piacon. Ebben a fejlődési szakaszban már virágzanak a növények. A kinyílt virágokat el kell távolítani. Ennél is jobb, ha már bimbókorban eltávolítjuk a virágkezdeményeket, hogy azok ne fékezzék a jövő évi termés biztosító termőrügy differenciációt. Ezáltal a tavaszi termés ír is korábbra hozható. Ezek itt új növények. A tavalyi palántákról ugyanebben a növényházban már április 12-én megkezdhettük a szedést, amikor még kilónként 5 euró volt a földjelper ára. Megéri hát befektetni a fóliás szamóca termesztésbe. A különböző csomagküldő szolgálatok katalógusaiban gyakran olvashatjuk, hogy szuper erős földjelper palántáikról már ősszel termést szüretelhet a kedves vásárló. A szakember megerősítette, hogy ez valóban lehetséges, ám a termelőnek meg kell fontolnia, ősszel megfelelő áron tudja-e majd értékesíteni a termést. A korai földjelperfajtákról, mint amilyen a Clary, a kiültetést követő 45. napon már szüretelni lehetne az első terméseket. Tehát, ha júliusban, esetleg augusztusban elültetnénk őket, 45 nap elteltével már termést hoznának. Ehhez természetesen fejlett A+, vagy A++ jelzésű palántára lenne szükség. Ez esetben már ősszel tövenkénti 200 g-nyi termésre számíthatnánk. Tavasszal viszont a szokásosnál kevesebb, legfeljebb 300-400 g szamóca várható az ilyen tövekről. Az értékesítési lehetőségekből kiindulva kiki eldöntheti, melyik változat a kedvezőbb számára. A vállalkozó nem tart attól, hogy a szaporodó földjelper ültetvények folytán telítődik a piac, és értékesítési gondok jelentkeznek. Mint mondta, Szerbiában évente mindössze 30-35 ezer tonna szamóca terem, ami nem fedezi a hazai szükségleteket. Ezen kívül exportálni is lehetne belőle, de ez már egy másik történet, hiszen ehhez előbb össze kellene fogniuk a jelenleg még külön utakon járó termesztőknek. Azt már sok esetben tapasztalhatták kedves nézőink is, hogy a megélhetési küszöb alatti értékben okozott vagyonkárral és az elkövető felderítésével a rendőrség nem igazán foglalkozik. De létezik-e rendszerbeli eljárás a kártalanításra, abban az esetben, ha valakinek milliós értékű vagyonát egy szociális ellátásban részesülő személy felgyújtja? Több mint 2 hete ez a kérdés foglalkoztatja a Tovarisevói fegyvercsaládot.
akiknek istálóját a benne lévő 8000 bála szalmával és 2000 bála lucernával együtt felgyújtotta egy lelkibeteg, szociális segélyből élő illető. A keletkezett kárt a tejtermeléssel foglalkozó család 5 millió dinárra becsüli. Oda lett a Tigrire való takarmány nagyja része és az agynak való. Mint mondják, a helyi meg a bácspalánkai tűzoltóknak köszönhetik, hogy a lángok nem terjedtek tovább a közeli kukoricásra és a szilázsra. Viszont az államnak és ezen belül a rendőrségnek az esethez való viszonyulásával már kevésbé elégedettek. A segélykérelemhez szükségük volt a tűzeset jegyzőkönyvére, amelyet igen körülményesen sikerült megszereznie a talpra esett háziasszonynak. Köztudott, hogy mi bármilyen hivatalos igazolást, jóváhagyást addig nem kaphatunk, ameddig kötelezettségeinket ki nem fizetjük. Ez vonatkozik az egészségügyi könyvecske hitelesítésére is, továbbá az agrár kifizetési ügynökséghez benyújtott támogatási pályázatainkra, de még bankkölcsönt sem kaphatunk, amíg az adót meg a többi számlát ki nem egyenlítjük. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy a rendőrség hivatalosan még nem közölte velünk, hogy az elkövetővel mit csináltak. Harmadsorban azért vagyok felháborodva, mert a tűzeset rendőrségi jegyzőkönyvére 5 napot kellett várnom, és csak úgy juthattam hozzá, hogy elutaztam az újvidéki kapitányságra. Benyújtottam egy kérvényt, kifizettem az illetéket, és órákig kerestek egy illetékest, aki aláírta a jegyzőkönyvet. A községhez, a tartományhoz és a mezőgazdasági minisztériumhoz fordultak segítségért, mert a tavaszi takarmányig 9-10 ezer bála lucernára lenne szükségük. Az ismerőseik, barátaik emberségességét bizonyítja, hogy közülük többen is felkínáltak szalmát, amelyből meglehetősen sok fogy az általuk alkalmazott kötött tartásban. A közel 100 egyedet számláló szarvasmarha állományon, amelyből 40 fejüstehén, biztos, hogy nem fog meglátszani a takarmányhiány, mondja a gazdasszony, mert mindent megtesznek, hogy beszerezzék a legszükségesebbeket. Ebben az esetben a mezőgazdasági termelés került veszélybe, és mivel a mezőgazdasági minisztérium illetékes ilyen ügyekben, azért én tőlük várok valami segítséget. Lehetne az visszanemtérítendő eszköz, vagy valamilyen hosszú távú és alacsony kamatú kölcsön, vagy valami ehhez hasonló. Bármi jó jönne, ami veszteségünket valahogy megtéríteni. Végül is az elkövető ismert, nem balesetről van szó. Tudható, miért és hogyan történt az eset. Az is, hogy az elkövető lelkibeteg. Nem csak nekünk okozott kárt, hanem a szomszédunknak is, ahol körülbelül 3000 bála szalmát gyújtott fel. Zóra Fegyver véleménye szerint, ha az állam az illetőt szociális ellátásra jogosultnak nyilvánította, akkor tetteiért is felelősséget kellene vállalnia. Nem háríthatja el a felelősséget, azt hangoztatva, hogy miért nem biztosították ki az épületet. Arra azért nem került sor, mert a biztosítótársaság nem volt hajlandó a lakott területen kívüli istálót kibiztosítani, állítja Zóra. Mindazok, akiknek ilyen tanyagazdaságuk van, szerintem csak is maximális éberséggel őrizhetik azt meg. De még az sem sokat ér, ha az államrendszer nem mozdul ki a mostani holtpontból, és nem végzi el mindenki becsületesen munkáját. Ahogy a dolgok állnak, valószínűleg mindezt önerőből leszünk kénytelenek anyagilag áthidalni. Hitelt veszünk majd fel, valamint a tejpénzért szénát vásárolunk, noha azt egészen másra szántuk. Számunkra a legfontosabb az állatállomány megőrzése, mert mi ebből élünk, és más választási lehetőségünk nincs. Megjegyzendő, hogy a bácstóvárosi család eddig semmilyen állami támogatásban sem részesült, és az illetékesek nem is válaszoltak leveleikre. Nemrégiben az Entai Mezőgazdasági Szakszolgálatban öntözési mezőnap keretében mutatták be azt az idegen szóval szubirrigációnak nevezett fölfelszín alatti csöpögtető öntözőrendszert, amelynek segítségével közvetlenül a növények gyökérzónájába juttatható el az öntözővíz és a különböző tápanyagok. Zenta környékén szeptember elejéig közel 700 mm-nyi csapadék hullott, ami messze meghaladja a sok éves átlagot. Az esőzésekben bővelkedő év ellenére mégis voltak olyan periódusok, amikor érdemes volt bekapcsolni az öntözőrendszereket.
A 100 méteres hosszúságú öntözött kukoricasorok végén 5 méter hosszúságban öntözetlen kontrollállományt hagytak, amelynek magassága elmarad a föld alatti öntözésben részesített növényekétől. A zentai mezőgazdasági szakszolgálat mintaparcelláin a tavasszal egy nálunk még újdonságnak számító öntözőrendszert építettek ki, amely a bevezető cső kivételével teljes egészében a földfelszín alatt helyezkedik el, így lopásbiztos és a talajmunkákat sem akadályozza. Élettartamát sok évesre, akár több évtizedesre jósolják. A 4 egyenként 3/4 hektáros szakaszból álló föld alatti csepegtetőcsövekkel öntözött kísérleti parcellán cukorrépát, szóját, palántáról nevelt fűszerpaprikát és kukoricát termesztettek. A földfelszín alatti öntözés előnye, hogy víz és energia takarékos, ezen kívül a talajjal szemben is kíméletes. Mivel csernozem talajról van szó, az 50 cm-es mélységben lefektetett csöpögtető csövek egymástól 1 méteres távolságra kerültek. Az óránkénti 1,1 literes kapacitású csöpögtetőtestek 40 cm-enként követik egymást. Az öntözőrendszer óránként 2,75 liternyi öntözővizet tud kiutatni 1 négyzetméteres területre. A rendszer lelkét a csöpögtetős testek képezik, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy védve legyenek a gyökerek és egyéb külső tárgyak által okozott eltömődés ellen. A rendszer hermetikusan le van zárva, levegőztető szelepek találhatók rajta, amelyekkel öntözéskor légmentesítjük a vezetékeket. Az öntözés befejezését követően a víz kifolyik a csövekből, így a vezetékek szárazak maradnak. Ez meggátolja az algák és más élő szervezetek fejlődését, amelyek belülről tömítenék el a csepegtető nyílásokat. A rendszer tehát teljesen biztonságos. A gyártó képviselője szerint a termékeny vajdasági talajok különösen alkalmasak a föld alatti csepegtető öntözésre, és az eddigi eredményeik is kedvezőek. La subirrigazione è nata da nei secoli si fa la subirrigazione da tantissimi tantissimi anni. Az első felszín alatti öntözőrendszerek 20 évvel ezelőtt készültek. A módszer előnyei közé tartozik, hogy egységnyi mennyiségű vízzel kétszer akkora földterületet öntözhetünk meg. Ezen kívül az energiafelhasználás terén is nagy megtakarítás érhető el ezzel a megoldással. A rendszer alacsony, mindössze 0,8-től 1 bárig terjedő nyomással üzemel, ami nagy előnynek számít. A vegetációs időszak kezdetén az öntözőrendszert felhasználhatjuk a biztonságos kelés szavatolásához, vagy a keletkezett talajkéreg megpuhításához. Ahhoz, hogy az öntöző víz a talaj felszínéig emelkedjen, 12-14 órának kell eltelnie. A tenyész időszak későbbi részében annyi vizet juttatunk ki, amennyit a növények elpárologtatnak. Az idei év persze rendhagyónak számít a lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt. Azonban a sok eső ellenére bizonyos időpontokban az idén is szükség volt az öntözésre. A tavasszal a kérgesedés megszüntetése miatt avatkoztunk be, a tenyész időszak során pedig további 50 mm-nyi öntözővizet juttattunk ki. Az öntözőrendszer ára igen kedvező. Sajnálatos módon a föld alatti öntözés egyik legnagyobb előnye nálunk, annak lopás és rongálások elleni biztonsága. Itt ugyanis minden a föld alatt helyezkedik el, ami védelmet nyújt, míg más öntözőrendszerek esetében az őrzésről is gondoskodni kell. A felszín alatti öntözőrendszer ára 2500 euró hektár. Táronként plusz az áfa. Ez szerintem elfogadható és gyorsan megtérül, különösen a szájos évek esetén. Ovde u našoj ovaj zemlji, odnosno u Vojvodini instalirano je preko 50 hektara. Az Iritek cég vajdaságban több mint 50 hektáron építette ki a földfelszín alatti csöpögtető öntözőrendszert, és további beruházási tervek is léteznek. A mezőgazdasági kar, a zentai mezőgazdasági szakszolgálattal és a cukorgyárral együttműködve pályázatot nyújtott be a tartományi tudományügyi titkársághoz. A projektum során a következő 20-25 év alatt kísérni szeretnénk ezeknek a rendszereknek a működését. Nem csak a haszonnövények hozamára kifejtett hatásokat kívánjuk figyelemmel kísérni, hanem az öntözésnek a talajra gyakorolt hatását is. A talajaink ugyanis nem megújuló természeti erőforrások, ezért megóvásuk mindennél fontosabb. Éghajlati viszonyaink közepette az aszály rendszeresen előforduló jelenség, amely évről évre enyhébb vagy súlyosabb következményekkel jár.
Átlagos években az öntözéssel 30%-os hozamnövekedés érhető el. A szájos évjáratok esetén viszont az öntözött parcellák hozama akár a többszöröse is lehet az öntözetlen parcellák termés eredményének. Kedves nézőink, Barázda falu műsorunkat a Facebook és a YouTube videó megosztó portál mellett most már televíziónk honlapján is megtekinthetik a képernyőn feltüntetett címen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!